Április közepén számoltunk be arról, hogy hamarosan újabb esztétikus elemekkel gazdagodik a város látképe, a hiányzó vagy elavult buszmegállók helyére ugyanis fából készült, tájba illő megállók kerülnek. A Villanytelep utcában közlekedők már láthatták is, hogy miről beszélt a polgármesteri hivatal, tegnap délutántól ugyanis egyelőre csak próbából ugyan, de kihelyezték az első buszmegállót. Az illetékesektől megtudtuk, hogy ez még nem végleges helye, hisz ideális esetben a mostanitól kicsit bennebb kell elhelyezni, jövő héten erre is sor kerül. Összesen 13 darab új szerkezetet állítanak fel, első körben 8-at cserélnek ki, majd további 5 várakozó helyre, oda is, ahol eddig még nem volt kerül az ízlés. Népi motívumokkal díszített megállóból. Azért, hogy a tömegközlekedést igénybe vevő udvarhelyiek kultúrált, esztétikus környezetben töltessék a várakozási időt, az önkormányzat 80 ezer lejt különített el az idei költségvetésből erre a célra. Cserébe azt kérik, hogy vigyázzanak az új buszmegállókra, ne rongálják a szerkezetet, és plakátot, hirdetményeket se ragasszanak a megőrzés érdekében azokra, kivétel a buszjáratok menetrendje.